Elfogás megtörtént, riadót lefújva, kérem az eredeti helyzet visszaállítását. Az eredeti helyzet visszaállítását követően fogvatartott létszámot is kérem végrehajtani, eredmény részemre jelentést kérek. Sikerrel zárult a büntetés végrehajtás, a rendőrség és a katasztrófavédelem nagyszabású tűzvédelmi és szökést imitáló akciója a szombathelyi börtönben. BV 8566 a BV 8585-nek A3 épület létszám rendben, első emelet kivételével egy fő fogvatartott hiányzik, valószínűleg a tűzben maradt. A gyakorlat szerint a tűzben egy ember, a gyújtogató megsérült. A lángok közül a tűzoltók mentették ki, a mentősök pedig ellátták. Közben az épületből a többi rabot levezették az udvarra. Ők ott várták, amíg eloltották a tüzet. A rabok nem tudtak arról, hogy gyakorlat részesei vagy éles a tűzriadó. A szimulált eset szerint a mentés közben megszökött két rab, őket a börtön közelében egy rövid üldözés után el is fogták a rendőrök. A valóságban a rendőrség ugye le tudja zárni ezt a területet. Tehát nagy valószínűséggel ez az a terület, ahol ők el tudnak rejtőzni, vagy el tudnak bújni. Kutyával üldözték a szökött fegyenceket, az egyikük megadta magát, a másik elfogásához már megdolgoztatták a kiképzett négy lábút. A gyakorlat a börtön minden dolgozóját érintette. A fogvatartottakat valamennyiüket érinti, ugye 800 fogvatartott van eljövő Szombathelyen, hogy közvetlenül mennyit érint, ugye az adott épületbe, illetve a helyszíntől függően, ez olyan 150 és 200 fogvatartottat érintett, illetve a teljes személyállományt, aki szolgálatban van, illetve néhányukat, akiket még ugye szabadnapról ilyenkor be kell rendelni, hogy megerősítsük a szolgálatot. A tűzoltók előzetes bejárással készültek a nagyszabású gyakorlatra, hiszen nem hétköznapi biztonsági felszerelésekkel és intézkedésekkel védik a börtönt, vagyis nehezebb a lánglovagok dolga, mint bárhol máshol a városban. Ez a gyakorlat jelen esetben jól sikerült, hiszen rendelkeztünk azokkal az információkkal egy korábbi helyszínbejárás helyismereti gyakorlat keretében, illetve az itt lévő személyzetnek a segítségével, amely egy ilyen beavatkozás sikeressé tesz. Ilyen gyakorlatot évente tartanak a szombathelyi börtönben. Élesben még nem volt hasonló eset, sem rendkívüli tűz, sem szökés, de még szökési kísérlet sem a szombathelyi börtönből.